Készpénz landol az adománygyűjtő dobozban. Aki szeretné, ilyen módon is támogathatja a rászoruló családokat karácsonykor. Az MVM Paksi Atomerőmű ZRT és Paks Város önkormányzata idén is szeretné szebbé tenni az ünnepet közös összefogással. Immár 11. alkalommal kerül sor karácsonyi adománygyűjtésre, nagy örömünkre az MVM Paksi Atomerőmű ZRT dolgozóinak, illetve az Atomerőmű Nyugdíjas Klub Egyesületnek a részvételével, amelyhez Paks Város önkormányzata is természetesen nagyon szívesen csatlakozott. Nagyon örülök annak, hogy most már 10 fölött tartunk ennek a cipősdoboz akciónak a számába, és azt is el lehet mondani, hogy nem, hogy a kezdeti nagy lelkesedés után csökkenne az érdeklődés, mert kicsit megszokják az emberek, hanem egyre többen érzik, hogy jónak lenni jó, adni érdemes, és azt mutatják az idei történések, hogy nem csak karácsonykor, hanem amikor olyan helyzet, hanem az embereket kicsit megérinti, akkor megindul az összefogás. 2018. decemberében több mint 350 cipős dobozt juttattak el a rászoruló gyermekekhez, tájékoztatott az eseményen Szabó Péter. A polgármester hangsúlyozta, azt szeretnék, hogyha ugyanolyan lelkesedéssel fogna össze a lakosság, ahogyan tavaly is tette. Az adakozóknak csak annyit kell tenniük, hogy szépen feldíszített cipős dobozba csomagolják az ajándékokat. Melegruhát, tisztálkodási szereket, írószereket, játékokat, édességeket és tartós élelmiszereket természetesen. És erre megvan a lehetőség 2019. december 3-ától 12-éig. Az elkészült ajándékcsomagokat több kijelölt gyűjtőhelyre lehet eljutatni. Leadhatók a Városházán, a Turistinfo irodában, a Csengei központban, valamint az atomerőmű területén, az F2-es portán és a látogató központban is. Arra is van lehetőség, mint az itt látható tőlem jobbra az asztalon, hogy pénzbeli adományt is elfogadunk, és ezzel nyilván a rászorulókat segítjük. Az adományokat a Paksi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, a Segítők Háza, a Paksi Kistérségi Szociális Központ Fogyatékosok Nappali Ellátását Biztosító Szervezete és a Katolikus Karitász fogja eljutatni a családokhoz és gyermekekhez. További részletes információt találnak a Telepaks közösségi oldalán és honlapján.